Sziasztok, Biszagyok, és mint láthatjátok, ez egy Far Cry 4 térkép, tehát mi más lenne, mint hogy Far Cry 4, mint ahogy azt el is mondtam nektek, mostantól naponta töltök fel, remélhetőleg Far Cry 4 videókat. Jelenleg most egy mellékszálat viszek, vagyis egy kisebb küldetést, ugye Commandert meg kell ölnöm, először is fel kell fedeznem, megölnöm úgy, hogy ne vegyenek észre, aztán meg kell motoznom, és föl kell vennem valami cuccát, ez velem van. Úgyhogy ez lesz most. Remélhetőleg ez nem lesz olyan nehéz. Ujj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 
És megzavarom őket. Na, nem csináltok semmit? Na azért. Jó, most váltok. Dobókésre. Egy. Kettő. Három. Négy, öt. Jó. Doktex, meg is volnánk. Hide the body. Bónusz, úgyhogy meg is tesszük. Hova rejtsem. Az a csajszi nagyon... nagyon pörög. Bedomom ide a hullát. Kicsit sem feltűnő. Ezt a ládát kinyitom. És el kell hagynom a helyszínt, úgyhogy ne vegyenek észre, de mivel mindenki halott, ezért nem lesz nehéz. Plusz itt is van egy cetli, ezt elolvasom. Jó, elolvastam, gyors olvasás. Jé, ott egy csirke. Csirke, csirke, csirke. Csirke! Pak, 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 pak. Ezért, na azért. Azt hittem hirtelen, hogy töltényt vettem fel a csirkétől. Mondjuk amennyit lőttem bele, ki is termelhette a csirke. Pihent vagy a kisét csak, tehát mint hallhatjátok. Nem aranytojás tojó csirke, hanem töltény tojó csirke. Na itt az a kamaz, vagy ifa, vagy mit tudom én, amit imádok. Ilyen kis platós cucc. És el is hagytuk a helyszínt sikeresen. Hát nem volt nehéz. Azért valljuk be. Na, megyünk is tovább. Tehát, jelenleg ebben a részben azt fogom csinálni, hogy ilyen kis küldetéseket csinálok, amikkel tudok skilleket unlockolni, illetve most főként fegyverekre gondoltam. Most hirtelen elfelejtettem, hogy milyen challenge-et kell csinálni. Úgyhogy hazavezetek ezzel a király autóval. És megnézem, hogy milyen fegyvert lehet venni. Ide jövök, ebbe a bázisba. És megnézem, milyen fegyvert akarok venni. Hoppá, közben missziót is kaptunk. Legalábbis nem missziót, hanem egy prológust egy következő misszióhoz. Most azt mondta a csávunk, hogy meghalt Nór, aki ugye felbérelt minket. Hát nem felbérelt minket, megkért minket, hogy keressük fel azt az embert, aki elrabolta a családját. Mi van a családjával? Kiderült, hogy meghalt a családja, ezért Nóra meghalt. Nóra, most így hívjam. Nór. Nem is tudom. Milyen fegyvert akartam venni? El is mondom. Ilyet, Predátort. Kíváncsi vagyok, ez mire képes. Szerintem ugyanolyan, mint az R700-as, vagy M700-as. De máshogy néz ki. Látjátok? Tehát ez egy másfajta fegyvert, ezért fogom most ezt megvenni. Ehhez pedig négy ilyen páncélozott eszkortot kell likvidálnom, ami térképen... Ilyen. És ide is jöttünk, azt hiszem, igen, pont ez a bázis, amelyet
stream alkalmából, nem stream, a másik videó alkalmából elfoglaltam. Jaj! Jó hallottam ám! Tessék, élvezd az MP5-öt! Tetszett? Valami karma challenge van itt, úgyhogy elő is veszem az én kis vektoromat. Ja. Az meghalt, az is meghalt, és meg is csináltuk a karma eventet. Átmotozom. És hova is megyek? Hova is megyek? Ide jövök. Akkor ahhoz kéne egy autó, az nincs közel. És rossz irányba is megyek. Úgyse lesz könnyű. Medve? Na. A vektor olyan picsa gyorsan lő, hogy egyszerűen ezzel már meg tudom csinálni azokat a küldetéseket, ahol medve támad, vagy bármely más vadállat támad emberre, és meg kell ölnöm az állatot. Eddig mindig az volt, hogy megölöm az állatot, de addigra már meghal a szenvedő fél. Úgyhogy már unom ezeket a küldetéseket, de most vektorral csak így ránézek, kész, meg is van dögölve az a hülye állat. Annyira jól kiélhettem az anti-állat ösztöneimet. Persze nem vagyok ilyen állatellenes, meg szeretem az állatokat. De tudjátok, néha előbújik belőlem a fenevad. Hú, tényleg nagyon pihent vagyok. Hoppá! Ahogy ők is pihennek. Micsoda szófordulat. Átvezetés, azért gyorsan legyúzolunk. De észrevett, nézd oda. Annyira jó ez a vektor, annyira király, hogy megvettem. Nézzétek. Köpni, nyelni nem tudnak. MP5, azt is imádom. Te is imádod, mackó? Hii! Hopp! Ez a fegyverváltás nem a kedvencem, mondtam már. Itt van. Ezzel akartam megölni, de nem jött össze. Ez így viszont nem jó, hogy két darab fegyverem van, ami submachine gun, és egyszer fogyasztják az ammót. Úgyhogy ezt át kellett volna gondolnom. Sajnos az MP5-öt vagy a Vektort le kell raknom. Császtok! Jöttem csinálni a dolgokat. El is fogadom. Reach the convoy, 130 méter. Jó. Akkor itt átrepülünk. Itt átugrunk. Ezt újra töltjük, mert MP5. Itt kell csinálnom. Rossz gomb. Ja, itt nincs semmi. Nincs semmi akció. Oké, ha már itt vagyok, akkor felfedezek pár gyémántos ládát. Kell a pénz. Ezt levakarom innen. Aztán itt is van egy gyémántos láda. Kinyitva. Itt van egy zsiguli, meg egy nagyon király kis autó, amit meg kell védenem, és nem lesz nehéz remélhetőleg. Mert még szerelni is, ott is van pár gyémántos láda, vagy azokat már kinyitottam? Szerintem nem. Jajjaj, hát ezen a lejtőn ilyen gyorsan nem mennék teherautóként. Hopszi! Remélem nem vettek észre. És már úgyis mindegy. Nem bírom eltalálni, nézd oda. Na végre. Tűzi játék. Na, na, menni fog ez. Ó. Ilyen szép az idő. Autókázunk. Hú, itt még nem jártam, az is de király az a szurdok. Na-na! Na, nehogy már most robbanj le! Ez az komoly? Úgy hol az a csávó? Ott van bent? Nem. Hoppá, közben jönnek mások is. Indulj már, te csotrogány!
Na végre, ott volt fönt, de az inkább most nem érdekel. De azért azt felrobbantom. Boom! Hoho! És belehalt ő is. Na gyerünk, szereljelek? Azzal gyorsabb vagy? Nem, ezzel nem foglak szerelni, ezzel. Ja, értem. Menet közben nem szerelődik. Sőt, nem valami logikus, de oké. Behind us. Én nem látok senkit. Ahead? Aha, ott már van valaki. Sziasztok! Mi a helyzet? Mi a stánc? Azt mondod? Nézzétek! Hú! Jól megnéztétek? Jól. Ez be van töltve, ez is be van töltve, innen egyből jött, kilőttem. És jöhet is az aknavető. Hát ezzel nem lesz túl nehéz végig araszolni ezen az úton. Kicsit overkill-ek vagyunk, de... Ne! Jéde király ez a camp is. Ja nem, ez már el van foglalva, hogy le... Ja nem, hogy ide jöttünk! Jó, most vettem észre. Hát ez ugye nem volt nehéz. Császtok, jött az opium. Parti lesz ma, ahogy látom. Ugyan. Na, csináltunk egy ilyet, már csak három kell a következő fegyverünkig. Természetesen a fegyverhez az... Au! Természetesen a fegyverhez kell pénz is, úgyhogy oda... Oda megyek pénzt keresni, ahhoz a karma eventhez. Jaj! Hát ez nem sült el jól, tehát ezt mondom, se kell. Sikerült rossz embert lelőnöm a camp 2-ből. Mindegy, legalább átkutatom a holttesteket. Mind a kettőt, ha már lelőttem mindegyiket. Jaj, nem. Nem. Hát ez nem jött össze, sajnos. Csináljunk még egy küldetést. Egy ilyen sniperest. Amivel kezdtem az elejét a videónak. Mert az is kell, azok is kellenek most. Ez itt, ez. El is fogadom. Kell töltény? Hát, kell, az a baj, kell. És az a baj, hogy le kell cserélnem az egyik fegyveremet. Egy jó assault fegyverre. Erős is töltsünk újra. Vegyünk 2 ilyet. Hú, D2. Micsoda fegyverek vannak itt. Van itt 19-11-es. Nézzük csak. Ez is assault, igen, ez is. Azt hiszem, ilyet már felvettem, az nem tetszett. AK-47-es, igen, szokásos. Shotgun. Nézzük, és itt van valami jó assault. Ami így megfogja az érdeklődésemet. Hát, nem nagyon, sajnos, nem nagyon. Igazából az lenne a tuti, ha tudnék horgászni 4 darab démonfist. Aztán csinálni még nagyobb tárkapacitást. Az ammós páncsomhoz. És akkor megvan oldva a probléma. Szerintem ezt fogom még ebbe a videóba csinálni, hogy horgászok, utálok, tehát valami borzalmas, az nem ellenfél. Hogy kell azokat a démonfiseket megölni. Hú, hallok valamit. Na tehát ugyanaz a helyzet, meg kell ölni a commandert, először is fel kell fedezni, hogy ki a commander, amelyet ebből a scope-ból meg is teszünk. Ott van egy csávó. Ne vegyetek észre! Ó, itt egy fal. A fal túloldán csak nincs senki. És ott az egy ellenfél. Kit beszeretnék jelölni. Ott a commander! Most jött meg a commander! Hoppá! Akkor őt útközben megölhettük volna. Közben hallják a többiek, legalábbis az ellenfelek, hogy trappolok. Trap az más.
Viszont jó lenne megölni, mi van nálam? Dobókés. Szia! Elviszem a holttestét, biztos, ami biztos. Ja, sikerülni is fog szerintem. Közben így kellemesen elő... basszus. Jelöltsek be? Az a vicces, hogy... Közben viszem a hullát, csak egy olyan fegyvert tudok használni, amit... vezetés közben is tudok használni, repülés közben, tehát ilyen... egykezes fegyver, és hát nálam az egyetlen egykezes fegyver... az a gránátvető. Úgyhogy ha rám támadtak volna, ott nagy robbanás lett volna. Júj! Tüzeskedsz egy tüzes hordó mellett, az nem egészséges. Több okból is. Egyrészt én le foglak késelni nagyon csúnyán, másodszor még a hulládat is meg fogom erőszakolni. Azzal, hogy 5 méterrel odébb viszem. Hú, de nagy zaj csaptam. Oda bedoblak a málnásba, azt a macik megmálnásoznak. Nem kellemes. Viszont itt egy gyémántos láda, szerintem itt valaki lesz ebbe. Ég a kocsi. Ja, hogy te szereled. Észrevett, nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy vett észre a kocsit szerel. Más meg úgy nem vett észre, hogy mellette megyek el szinte, googolva. Na mindegy, ez lényegtelen. Az a lényeg, észrevett, kigurult a kocsi alól, és én most megszerelem helyetted. Kigurult a kocsi alól, és aztán kezdett el rám lőni, tehát ilyen szépen komótosan. Jé, ott egy ellenfél, se baj, kigurgulázok. Még azért ezt a csavart becsavarozom. Azért átnézlek. Van-e nálad valami? Ezt a gyémántos ládát kinyitjuk, mert rohadtul kell a pénz. Ó, micsoda a tévé. Hát szerintem ez a tévé már tönkrement. Ez se néz ki valami egészségesen. A hullát szépen elvisszük a málnásban, nem rakjuk el az MP5-öt. Így, egyessel kell. Beviszem oda a kunyhóba. Vagy a kunyhó mögé mutatja? A kunyhó mögé. Oké. Tessék. Jó. És a megszerelt autóval szépen kijövök. Azért főnök eléggé gajra vágta az autót, még ott furikázott vele, mikor már beállt füstölt. Kiparkolunk. Jaj! Jaj! Hol vagyok? Itt. Jó. Elhagyjuk a helyszínt, és megyünk Demonfishre vadászni. Jó, meg is van. Király. Demonfish. Demonfish. Jó, mutatja az állatokat. Szerintem a Demonfish-t pont hogy nem fogja mutatni nekünk. Hát nem nagyon. Igen, azt nem. Akkor hol is vagyok? Ezt nem mutatja? Nyilván mutatja, csak nem látom magamat. Ott vagyok fent. Akkor jöjjünk ide. Oké, és akkor csinálok egy olyan fajta drogot, amivel ha belövöm magam, azzal látom a vízben a halakat, jobban legalábbis. És kinyírom őket ezzel. Az mondjuk király lenne. Én? Mondjuk oda szeretnék lőni, hát ez nagyon érdekes. Mindegy. Ez a modern horgászat. Juhuhuj! Juhuhuj! Ez király volt. Na, csinálok egy ilyet, ahhoz kell kék levél. Vagyis kék, piros meg sárga. Aj, nincs itt a közelben olyan növény, teljesen véletlenül. Amit mutat is a térkép. Nem, ez csak útközben mutatja, mert itt van egy rózsaszín, még egy rózsaszín. Hát akkor anélkül kell megcsinálnunk. Teljesen véletlenül nem akad senki itt meghalni, mint Demonfish, nem. Lehet, hogy itt nem is tudok Demonfishre vadászni.
Hát, de szerintem ez elég nagy. Ott van egy. Játok. Ott van ni. Jajaj. Elő is kell vennem a gránátomat. Azzal fogom őt. Hogy le kell lőni? Emlékszem azt a ritka démonfist, azt le kellett lőni. Ember! Nézd már oda. Mit csinálsz? Na, hol az a démonfish? Ott van egy. Bejelölöm. Lövök bele egyet. Lövök bele még egyet. Még egyet. Ott van még egy. Jó lenne, ha meghalna, nem? De! Hajd már meg. Na jó, akkor tudjátok, mi következik. Horgászat. Hát ez nem akar meghalni. Nem baj, ott van még egy, ahogy látom. Hol van? Elvesztettem. Oh. Talán meghalt. Na, ez már két darab. Három darab, igen, meghalt a távol is. Kin? Gyerünk, mutasd magad. Így, így. Fincsi. Fú, de csúnya ezek a halak. Ugye jön a karácsony, úgyis kell halászlevet csinálni. Poén. Kis levegő is szükségeltetik hozzá. És le is megyünk ehhez. Hát milyen otrombán haltál meg, te jó ég. Még kell egy darab. Egy darab kell. Innen föntről megnézem, hogy van-e valahol még. Azt az egyet pedig eléggé jól megtunkoltam. Na, miért nem tudsz felmászni oda? Valahol itt volt az az egy. Ott van. Meghalt. Na, ússzál. Ez az, most meg tudom craftolni azt a morspáncsot. Akkor azt meg is csinálom. És remélhetőleg van is még olyan cuccom, amivel még tovább tudom fejleszteni. Vedd csak ki. Ez az, király, sikerült is. Nézzük csak a craftolási lehetőséget. Amo. Ó, ezt még meg kell csinálnom. Akkor mihez csináltam ezt? Itt, ehhez, a lootbackhez. Ilyen Kyrat Fashion Weekhez kell mennem ezekhez. Ide Jax skin kell, de annyira nem kell. Nincs szükségem rá. Ez kész van. Ez Snow Leopard skin kéne. Ez is kész van. Hát akkor csak lootbaget tudtam csinálni. Az se rossz azért. Nézzük, hogy ilyen Kyrat Fashion Week még van-e esetleg. Ha jól látom, nincs. Tehát az valószínűleg, ha tovább haladok a missziókba, akkor érhető el. Akkor, jaj! Seggbe csíp egy ilyen démonfish. Ezt belövöm magam. Biztos, ami biztos. Na. Akkor köszönöm a figyelmet. Ez lett volna már a Far Cry 4, és természetesen jövök holnap a következő résszel. Sziasztok!